Igen. Hát vannak nekem is új arcok, és lehet, hogy én is egyeseknek még új lehetek. Ez a második alkalom, amikor egy cigány missziómunkás, vagy lelkipásztori találkozón részt vehetek, egy ilyen irányú szervezett alkalmon. Hadd mutatkozzam be, Novák Zsoltnak hívnak, és Gyergyószentmiklósról érkeztem. Valaki feltette a kérdést az érkezésemkor, hogy most Magyarországról jöttem én, vagy Gyergyóból. Hát egy Gyergyószentmiklósról jöttem most, és éppen egy néhány nap múlva lesz 4 éve annak, hogy én most már rendszeresen Gyergyószentmiklósról érkezem. Persze ezt azért mondják, mert nem Erdélyben, nem Románia területéről származom, nem itt születtem, hanem Magyarországon születtem, és van még olyan honfitárs, hogy egy városban töltöttük a gyermekkorunkat. És Jánoshalmáról származom, egy kiskörösen nősültem, és ezelőtt 7 évvel talált meg engem Isten kegyelme, és egy olyan ember vagyok én, aki egész másként képzeltem az életemet, soha nem gondoltam volna, hogy én egy ilyen alkalmon felálljak emberek előtt, és beszéljek Isten dolgairól. Egyáltalán nem, hogy ilyen minőségű emberek előtt, mint a testvérek, hanem még barátok előtt sem. Mégis Isten útjai és Istennek a kegyelmi ajándékai azok egészen másként adottnak, mint ahogy mi elképzeljük, vagy én is elképzeltem. És még megtérésem után is volt olyan gondolatom, hogy én majd énekelni fogok, vagy harmonikázni, vagy zongorázni, és én eljárok a gyülekezetekbe és ott szolgálok. Persze nem volt idegen számomra a hívő élet, mert olyan családban nőttem fel, ahol gyülekezetbe jártak, és szüleim vittek rendszeresen az istentiszteleti alkalmakra, a biblia igazságait ismertem úgy időrendi sorrendben, de egész más terveim voltak. Az én tervem az volt, hogy meggazdagodok majd, és gazdag, jómódú emberként fogom majd élni az életemet, mert én egy elég szűkös családban nőttem fel gyermekként. Nagyon sok minden nem volt meg, ami általában akkor abban az időben meg volt másoknak. Az megadatott nekem, hogy jómódú ember lettem, vállalkozó lettem, és ebben a körülményben szóltott meg engem az Úr. Nem fogom ezt most elmondani, hogy történt, mert az hosszú lenne lehet, és gondolom már az ülés is kezd fárasztó lenni lehet egyeseknek. Hát először is az nagy kegyelem számomra, és felfoghatatlan, megérthetetlen kiváltság, hogy egy olyan bűnös embert és egy olyan nyomorult embert Isten mégis megszólított, jónak látta megmenteni, és ismerem azt az érzést, mikor a bűn fájdalmától és súlyától az ember még ordítani is képes. Egy vállalkozó is, egy szép Audiba ülve, egy-két éves Audiba ülve képes a kormányt verni, sírni, mikor senki nem látja, és közben küszködni a bűnnek a terhei miatt. De hála azért az Úrnak, hogy 5 hetet hagyott engem, és 5 hétig kilódva majd megszabadulva átérhettem Isten kegyelmének mérhetetlen nagyságát. Azután pedig az elhívást is átérhettem, amikor elhívott az ő szolgálatába, és ma én egy kicsit meglepődve állok előttetek, mert nem értem, hogy miért én nekem kell előadást tartani. Ugyanis én vagyok az egyik legfiatalabb missziómunkás, én vagyok az egyik legfiatalabb szolgálja az Úrnak, én vagyok a legfiatalabb talán cigány misszióból is, hanem az egyik legfiatalabb, hanem a legfiatalabb, és én ültem végig a legkevesebb bizottsági ülést, mert még egyet sem ültem még, megmondom nektek őszintén, mi hogy van. És én beszélhetek a gyülekezeti fegyelemről, ez nekem egy elsőre kérdés. Azért nincs fehér baj. De mégis az Úr így látta jól, akkor mégis megosztom azt, amit az Úr a szívemre tett és megértettem. Bár próbáltam Lászlónak különböző mentségeket találni, és alapos indokai voltak mégsem, hogy más valaki szolgáljon ma, hanem én. Egy laikus ember vagyok, akit Isten nem egy teológiai padból hívott ki, hanem a mindennapi életből. Még mielőtt foglalkoznék azzal, ami a szívemben van egy néhány gondolatban, előtte szeretném megköszönni így a testvéreknek azt a felajánlást, az nagyon való felajánlást alapítvány részéről, és majd a támogatást a testvérek részéről, amit a Gyergyószentmiklósi cigányokért vállalnak, vagy tesznek. Hát el szeretném mondani azt, hogy amikor engem az Úr Gyergyóba hívott, egyrészt nem tudtam, hogy hova jövök, és Kis Ferenc professzor mondta, hogy bizonyos esetekben hányszor kell imádkozni. És mondta, hogy ha valaki
hajóútra vagy egyszer imádkozzon, repülőútra kétszer imádkozzon legalább, és hogyha a nősülni készül, legalább háromszor imádkozzon. Én hétszer imádkoztam, de ha tudtam volna, hogy Gergyóban milyen állapotok vannak és mi vár, akkor még hétszer imádkoztam volna. És mind a hétszer azt mondta az Úr, hogy menni kell, és majd Dóczi Gyuri testvér fogadott egy néhány nap, hogy megérkeztem azzal, hogy te olyan helyre jöttél, ahol nem könnyen térnek meg az emberek. Persze akkor még nem értettem, most már jobban értem, hogy ez valóban így van, és nem könnyen térnek meg az emberek. És azt gondoltam, hogy a magyarok között akkor az Úr engem használni, de egy alkalommal, éppen két évvel ezelőtt megszólított, hogy menjek ki a cigányok közé. Van egy nagy cigánytelep Gyergyószentmiklóson, és menjek ki oda, és először tiltakoztam, majd engedtem az Úr akaratának és kimentem. És azt is el kell mondanom most, hogy mi egy olyan helyen vagyunk, ahol még reformáció sem volt ez idáig. Alapvetően az a helyzet, hogy az az 1400-as, 1500-as években is sötétség még fokozódott az idő folyamán, és az van jelen most a Gyergyóban. És hát nem tapasztaljuk a magyarok között még azt a nagy áttörést. Hogy engem az Isten oda küldött, ez engem enged reménykedni, hogy lesz egy áttörés, és része lehetek egy ébredésnek majd, és ebben a hitben kelek, és ebben a hitben fekszek, mert amikor engem az Úr elhívott, akkor én azt kértem tőle, hogy engedje meg nekem azt. Nem érdekel engem, hogy hova kell menni ebbe a világba. Ha Indiába kell elmenjek, akkor elmegyek Indiába is. Csak engedje meg nekem azt, Isten, hogy része legyek egy igazi szellemi ébredésnek. És akkor engem elküldött Gyergyóba, akkor én nem tudtam, hogy ott én soha nem volt. És hogyha ott vagyunk és képviseljük az Isten igazságát, akkor kell legyen egy. Isten meg fogja adni. Lehet, hogy még nem vagyunk eléggé felkészültek rá, vagy még nem jött el annak az a megfelelő idejét, amikor eljön majd ennek az idejének is a teljessége, akkor kibocsátja Isten az ő kegyelmét közöttünk hiszük. És áttörik az a kemény sötét ellenálló közeg. A cigányok viszont felébredtek. És gondolkodtam is utólag, hogy ha Isten a magyarok között adta volna meg, akkor én egy olyan ember vagyok, hogy nem mentem volna a cigányok közé valószínű. El is mentem volna a cigányok mellett, és ezek a cigányok lehet, hogy Isten kegyelme nélkül maradtak volna. Nincsenek más evangéliumi gyülekezetek, van hídgyülekezete, meg egy-két ilyen kisebb csoportosulások, nem igazán mozdulnak, nem evangelizálnak, és ránk van bízva annak a közegnek a megszólítása. És ebben tartoznak a cigányok is. Csak röviden annyit, másfél éve kezdődött a munka, hála az Úrnak, hogy vannak, akik átadták a szívüket, megtértek, komoly szabadulások és megtérések történtek, és láthatjuk azt, hogy kialakuló volna a cigány közösségen belül egy olyan erősebb mag, egy ilyen belső, komolyabb, újjászületett hívő csapat, csoport, amire lehet építeni, amire hiszem, hogy Isten tud építeni tovább, és az a munka, ami közöttük elkezdő, szépen folytatódik. Hát vagyunk olyan 80-100-an vasárnap délutánonként az Isten tiszteleti alkalmakon, és akik jártak ott közöttünk, azok tudják, többen is közvetett már jártak ott, hogy nem egy túl fényes helyen kezdtük is a missziót, egy ablakok nélküli iskolában, meg ajtó nélküli iskolában, meg na, ott sok minden volt, azt nem részletezem most, és másfél évig ott voltunk, fűtés nélkül két teret, végig csináltunk másfél teret, és az idén szeptemberben ki is zártak onnan bennünket, mert azt mondták, hogy csak rontjuk az iskolának a képét, meg az állapotát is, jelenlétünk olyan hatással van a tanulókra, hogy tovább rongálódik az épület. És akkor nem volt más választásunk, nagy vívódás és harcok között meghoztuk azt a döntést, hogy a magyar gyülekezettel egy területre kerüljön a cigány gyülekezetnek az istentiszteleti alkalmai. Ugyanis a régi magyar imaház és az új magyar imaház az egy telken van, és odaadtuk a régi épületet arra, igaz, hogy a terem elég kicsi, és elég szűkösen férünk be, hát nincs akkor a terem, mint ez, és ott vagyunk 80-100-an istentiszteleti alkalommal. Most is többen az udvaron álltak kint. Hála az Úrnak, hogy nincs olyan hideg. Milyen a Gyergyóban örülünk, mert így nem kell hazamenni azoknak, hogy nem férnek esetleg a terembe. És ezért látjuk azt, hogy kell nekünk ide, hogy az Úr valamilyen formában biztosítson egy megfelelő helyet. Nem vagyunk mi igényesek, és nem kérünk az Úrtól valami pompás dolgot. Egyetlen egyet kérünk, hogy legyen nekünk lehetőségünk a missziót tovább folytatni. A cigányok között is. És azt is látom és tudom, hogy ez egy felkészítés arra, hogy Isten, amikor a magyarok között megadja majd nekünk az áttörést, akkor bizonyos dolgokban gyakorlottabbak legyünk, felkészültebbek. Tudjátok, a magyarok okosabbak és okoskodóbbak, főleg a székelyek azok nagyon furfangosan gondolkodnak, és még egy székelyen beszélgetek,
addig azon is kell gondolkodjak, hogy ő mire gondol, mikor egy bizonyos dolgot mond, ugye? Tehát általában nem azt mondja, ez gyakorolta éppen Gyuri is a fiatalokkal, amikor jöttünk Zolikkal, hogy hát mondott egyet, és lehet, hogy gondolt mást. Nem azt mondta, hogy nem rossz éppen, hanem nagy valkost. Nem akarom én a Gyuri bűneit hallani, nem van, aki mi gondolja. Csak, ilyen a székely. Csak a székely gondolkodásnak vannak ilyen elemei. És hiszem, hogy ez egy olyan idő nekünk, amikor Isten felkészít bennünket arra, hogy még azt a hosszú ideje megkövesedett magyarságot is majd megfelelően tudjuk az Úrhoz vezetni. Olvasunk egy ígét a Pál levele, a Timóteushoz itt második levélből, a negyedik résznek a második verse. Találjunk fel! Egy kis mozgás megint csak jó tesz, a felkísérőt, és tiszteljük a tudatosságot, hogy állandóan hallgassuk azért tovább. Hirdeld az igét, állj elő vele alkalmatos és alkalmatlan időben, incs, fejt, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. Amen. Amen. Urunk, hálásak vagyunk azért neked, hogy olyan méltatlan embereket is, én magam is, Uram, olyan méltatlannak érzem magamat, arra, hogy elhívtál te szolgálatodba, mégis így láttad jónak. Uram, nem kérdőjelezem meg a te bölcsességedet, de látod, hogy mennyire alkalmatlan és gyenge ember vagyok én, mennyire nagy szükségem van a te irgalmadra és a te kegyelmedre most is ebben a percben. Úgy szeretnék rád állni a kősziklára, és rád figyelni, Uram, várván várjuk azt, hogy valami újat mondj nekünk. Kérünk, hogy a te lelked munkálkodjon közöttünk, és valami olyan új üzenet is legyen, vagy olyan új gondolatokat ébresz bennünk, amely által, Uram, még inkább akaratod szerint tudjuk azokat a gyülekezeteket vezetni, és úgy közöttünk megélni a rendezett fegyelmezett életet, ahogy te gondolod azt, Istenem is, ahogy te elvárod. Amen. 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 Én nem jártam egy olyan teológiát, amit legtöbben lehet is jártak, és van egy bibliaiskola, amit elvégeztem Magyarországon, és nem volt nekem olyan mélységű tanítás a gyülekezeti fegyelemből, mint egyesek lehet, hogy tanóra szerűen ezt tanulták és vették, tananyag szerűen. És mivel a tapasztalatom sem olyan nagy, ezért gondolkodtam a felkérésnek a okán, és meg is vissza is hívtam Lászlót, megkérdeztem. László, miért nekem kereszt? Mire gondoltál, amikor engem erre felkérték? És hát mondta, hogy látott egy olyan fegyelmezettséget a gyülekezetünkben, és akkor azt kérdeztem tőle, hogy te arra gondolsz, hogy a fegyelmezett gyülekezetről legyen szó, vagy a gyülekezeti fegyelemről. Azt mondta, hogy hát rám bízza, mert a kettő az egy kicsit különbözik, ugye? Fegyelmezett gyülekezet, gyülekezeti fegyelem, az az értelmezésünkben az úgy van, hogy a gyülekezeti fegyelem, az a gyülekezetnek a fegyelmezése, eljárásai, ugye leginkább így értelmezzük ezt. És én gondolok arra, hogy hát, hogyha én bármit fogok mondani, hogy hogyan kell egy gyülekezeti fegyelmi eljárást lebonyolítani, akkor a testvérek itt mind fogják mondani, hát ezt tudjuk, mert sokkal többet tudnánk erről mondani, mint te. És arra gondoltam, hogy csak arról kellene egy pár szót szólni. Hogy milyen a fegyelmezett gyülekezet, és mitől fegyelmezett egy gyülekezet. Mert ha van fegyelmezett gyülekezet, vagy egy gyülekezetnek jelleme, vagy tulajdonsága a fegyelem, a fegyelmezettség, akkor sokkal kevesebb alkalom a fegyelmi eljárásra is, ugye? És hogyha mi megtaláljuk annak a módját, hogy hogyan legyünk mi a gyülekezetben fegyelmezettek, vagy hogyan gyakoroljunk fegyelmezett gyülekezeti életet, akkor lehet, hogy kevesebbet kell fegyelmezni, bár biztos, hogy nem fog egyik gyülekezet sem mentesíteni magát, vagy nem tudja mentesíteni magát attól, hogy a gyülekezetben fegyelmezést tartson, vagy fegyelmezési eljárásban legyen része. Hát én néhány gondolatot feljegyeztem magamnak, ne féltek, hogy képpapírom van, csak nagyon rossz a szemem, és nagy betűkkel kell írni magamnak. Nem fogok túl hosszú lenni, remélem, és azt hiszem, hogy van is valami idő meghatározás. Nincs én a címek, illetve nincsen óra nálam, hogy ha én nekem sietnem kell befejezni. Hát a fegyelmezett gyülekezet, tehát amikor én azt kértem Istentől, hogy engedje meg nekem azt, hogy olyan gyülekezetnek lehessek a tagja, ahol van egy ébredés, ahol van egy szellemi áttörés, ahol biblikus, Isten színe elől induló ébredés van, és mivel Istent úgy ismertem, mint aki nem változott meg, mivel Istent úgy ismertem meg, mint aki ugyanazt ma is meg tudja tenni, amit ennek előtte bármikor, akkor az a hitem is megvan,
hogy nem csak könyvekből fogom megismerni ennek az erőnek a nagyságát, ennek az erőnek a kibontakozását, hanem, és nem csak elbeszélésekből, amikor Hajas testvére beszélgettem Kiskörösön, és mondta, hogy Krasznál micsoda ébredés volt, éppen nem olyan régen voltam Krasznál, és a bért testvért volt alkalmam sétálni az utcán, és meg is kérdezte, hogy ő mit tudna mondani az ébredésről. És olyan jó hallgat, nagyon szeretem hallgatni, elolvastam, ami kezembe került az ébredésről szóló könyveket, nagy részt azt hiszem mindegyiket. Talán nem olvastam ki más könyveket, csak azokat, amelyek arról szóltak, hogy Isten meglátogatott egy közeget valamilyen formában. És azt láttam én ott, hogy ott a gyülekezet egy elég fegyelmezett közeg volt, és fegyelmezett módon él. Azaz nem, nem egy ilyen kierőszakolt állapot volt. Tehát nem egy ilyen kierőszakolt állapot az, hogy valahol fegyelmezett gyülekezet legyen. Aztán voltam én egy olyan gyülekezetnek is a tagja egy ideig, nem akarom én azt reklámozni, így sem, de mégis az egyik testvér azt mondta, hogy ez nem egyház, hanem fegyház. Tehát mondta, hogy milyen, nem akarom nevet mondani, milyen fegyház. És azt láttam, hogy ott a gyülekezetben úgy viszonylag rend volt, és meg voltak határozva dolgok, hogy mi hogy legyen, de megfélemlítés volt a testvérek. Meg voltunk félemlítve azzal, hogyha mi nem ebben a gyülekezethez tartozunk, akkor nem fogunk üdvözlünk. Persze, engem megfélemlítettek, mielőtt megtértem volna. És gyermek mentem, mint fiatal mentem, és egyébként nem is szabadott nagyon szóba állni egy baptistával, mert az nem volt megfelelő nekünk, és azok tévtanítók, és azok nem jutnak ugye Mennyországon, mint mi. És egy ilyen megfélemlítés volt rajtunk, és ma is létezik ez a közeg, ott, ahol én éltem egy ideig, és megvannak félemlítve az emberek. A megfélemlítés állapota egy bizonyos látszólagos rendet mutat, egy rendet produkál. Aztán a fegyelmezett gyülekezet nem is egy ilyen törvényeskedő rendszernek az eredménye, hanem, habár azt hogy mondjam el, hogy nem biztos, hogy minden a népszerű leszek közöttetek, nem ismerek titeket. De el fogok mondani egy dolgot azért, hogy vannak bizonyos dolgok, amik bántanak engem ma is, azért, mert én a világot értem meg. Tehát tudatok el azt, hogy én egy nagyon világi ember voltam, egy nagyon méresült ember voltam, nagyon bűnös voltam, a bűnöknek minden fajtáját kipróbáltam, szinte a kábítószert kivéve, mindenben részem volt, és Isten engem onnit emelt fel, és én az asztalon táncoltam a Kiskörösön a kurdakocsmába, és ott a zenész, hogy beléptem, akkor volt egy olyan nót, amit csak akkor húzott, mikor én léptem be, és az egész 300 fős vendég tudott, hogy megjött Novásról, vagy egy Kiskörösön. Tehát én megtértem bizonyos dolgokat, és bizonyos dolgokat, amiből nekem meg kellett térni, viszont látok a gyülekezetben, vagy a hívő emberek életében. És én azt szeretném mondani, hogy vannak olyan bibliai igazságok, amiket én megértettem magamnak, úgy, mint egy mélyre jött ember, aki megtért, és azt láttam, hogy Isten ezt elvárja és kéri, és mások pedig azt mondják, hogy törvényeskedő vagyok. Vállom, egyszer az utcán egy másik lelkipásztor, nem baptista lelkipásztor volt, találkozott össze velem, és kezdtünk beszélgetni, majd bizonyos dolgokat nem tudtam elfogadni én, mert én nem bántam azt, hogy ő úgy él, vagy úgy csinálja, vagy úgy gyakorolja az Isten tiszteleti formát. De azt mondtam, hogy én nem tudom azt úgy csinálni. És tessék engem megérteni, hogy én nem akarom azt csinálni. És hogyha el is megyek hozzátok, mert elhívtok, akkor nem fogom én azt csinálni, és ezt bocsáss meg nekem, fogadja el. És azt mondta, hogy te túl puritán vagy. És mondtam, bár azt tudnék lenni. Én szeretem a puritánokat, a puritán írásokat, és bár tudnék az lenni igazán. Inkább vállalom azt, mint hogy olyan dolgot csináljak, amiben nekem egyszer már meg kellett érje. Tehát vannak olyan dolgok, amik igazán törvényeskedések, de nem minden törvényeskedés, testvérek, én azt mondom, és persze mondhatjátok, hogy nincs igazam, amire ma azt mondjuk, hogy törvényeskedés. Vannak olyan bibliai igazságok, amiket gyakorlok én, vagy gyakorol a családom, amit én megértettem magamnak, amit amikor én kinyitottam az ígét, akkor nagyon egyértelmű volt az én számomra, és mások azt mondják, hogy ez törvényeskedés. Nem hiszem, hogy ez az. És nem kell mindenre azt mondani, hogy vizsgáljuk meg a Biblia fényét. Mert ugyanis az én gondolatom az, hogy a Biblia igazságokhoz ragaszkodó közeg, az Isten igéhez ragaszkodó közeg, az Isten igéjének a teljesen fehéren, feketén való értelmezésének a megvalósítása egy gyülekezetbe automatikusan egy bizonyos rendezettséget és egy rendet fog hozni maga után. Vagy fog megteremteni. Én ezt így látom, és így az én életemben így történt.
Amikor én megtértem, nekem nem volt egy olyan gyülekezet, ahol ihattam volna az igét, bocsánat, minden vasárnap. Nem akarok az én életemről sokat beszélni, de megostoroztak minden vasárnap a szószékről. És nekem nem volt más, csak nyitottam ki a Bibliát. Nyitottam az ígét, és amikor az ígét kinyitottam, elolvastam benne valamit, kipróbáltam, és működött, és azt mondtam, ezt így kell csinálni. Ez így van a Szentírásban leírva. Volt egy ember, egy fiatal ember, megtért, utána egy két évvel, és eljött hozzám, és azt mondta nekem, hogy te Zsolt, te el tudsz énekelni minden éneket? Hát mondom, én nem. Azt mondja, én is, de megmondta édesapának, és azt mondta, hogy ne bolondozz, fiam, azt mondja, hát azt megírták, hogy meg énekeljük, hát énekli mindenki, énekeljük mi. Azt mondta, hogy nem tudom elénekelni, mert én nem hazudhatok az énekes, mert a Biblia azt mondta, hogy ne hazudjak, és nincs odaírva, hogy ha valaki éppen énekel, az nem számít hazugságnak. Én alapvető kicsiny dolgok is, és éreztem azt, hogy bánt engem, olyan dolgot énekeltem ki, ami nem igaz az életemre, és éreztem azt, hogy Isten megpróbál benne. Egy rövid történetet elmondok hamar, és remélem így leszek hosszú, hogy egy alkalommal ültünk a gyülekezetbe, és volt nagyon szép zenekar, énekkar, tudjátok, ezek jól megvannak általában szervezve a gyülekezetekben már, és kellenek is ezek, nagyon jók, ha más egyéb is megvan e mögött, de volt egy ének, amit az énekkar énekelt, az pedig úgy valahogy így szól, hogy tudtok segíteni, hogy Jézus, mindenről lemondok érted. Jézus, az életem is, odaadom, érted, azt hiszem, van egy ilyen rész, hogy mindenről lemondok érted, Jézus. Igen, és van három verszak, és ugye mind a három egy elég komoly kijelentéssel kezdődik. És hogy ez mennyire megvan, hogy mennyire igazság, én azt mondtam a testvéremnek, testvéremnek mellettem tényleg nem tudnám elénekelni. És azt mondja, hogy ugyanaz volt, hát miért nem? Mondom, ez betelni, nem tudnék meghalni végérte. Szeretnék tudni, de nem tudnék. És nem tudtam még mindenről elmondani se érte. Miért hazudjam ezt most itt a szegész gyülekeztetem? És ezért odasúgtam neki, és tudjátok, mi történt? Az énekkarvezető, az nem csinált ilyen dolgot, hogy újra kérjen egy éneket. És végeztek az énekes, hogy a testvére, olyan szép az ének, most énekeljük az egész gyülekezet közösen. Gondoljátok, az úr így megpróbált engemet. És akkor azt mondtam, hogy nem, és lehagyottam a fejemet, és kérdezték, hogy miért nem énekelték? Na még másoknak is el kellett mondjam, hogy miért nem énekeltem. Most ezt csak azért mondom, hogy én megértettem bizonyos bibliai igazságokat, amiket én magamnak meghatároztam, lehet, hogy más azt mondja, hogy törvényeskedő vagyok, vagy más azt mondja, hogy betokosod vagyok, nem hiszem, hogy mindenre rá lehet mondani, bár vannak olyan törvényeskedő közegek, amelyek valóban új teremtenek meg bizonyos fegyelmet a gyülekezeti közegben. Én azt gondolom, hogy a fegyelmezett gyülekezet, az a Krisztus gyülekezet az fegyelmezett gyülekezet kell legyen, és a Krisztus gyülekezetének a természete és egy természetes igénye a rend és a fegyelem. Ez azt gondolom, hogy erre van egy igényünk. Én amikor arra gondolok, hogy elmegyek, ha elmehetnék, mert nem mehetek el, ha elmehetnék oda az első gyülekezetbe, amiről olvasunk az apostol cselekedetében, nem kéne attól féljek, hogy ott valami rendetlenségbe fogok majd belefutni, vagy olyan zavaró dolgok lesznek ott, ahol a Szentlélek olyan mértékben tudott munkálkodni, hogy az miatt én nekem ott rosszul kéne érezzem magamat. Voltam olyan gyülekezetekben sajnos sok helyen, ahol rosszul kellett érezzem magamat, ami ott történt. És ennek lehetnek bizonyos okai. Én azt gondolom, hogy a gyülekezeti rendnek, vagy a fegyelemnek mindenképpen a meghatározó mércéje az Istennek az igéje. Igaz, hogy 2000 éves. Igaz, hogy régi már. Igaz, hogy nagyon kiokosodott a mai ember. Igaz, hogy nagyon sok mindent mi már jobban tudunk, mint elődeink. De az ige nem változott meg, és az igéhez való ragaszkodás, az igének a tiszta hirdetése, azzal való előállás mindenütt alkalmas és alkalmatlan időben is, és alkalmas és alkalmatlan helyzetben is, az ige ereje meg fogja hozni a rendet, vagy megteremti a rendet, akár a gyülekezetben, akár egy személyes életben is. Persze mondhatják a testvéreknek, köszönjük szépen a vázsot, mi ezt tudjuk végén, hát azért vagyunk itt, mert mi az igét hirdetjük. És én ezt tudom is, hogy így van. De minden területen ragaszkodni az igéhez. Ma bizonyos dolgokat igyekszünk kihagyni. Nem divatos azzal foglalkozni, vagy nem divatos azokat a részeket tanítani a gyülekezetbe. Vannak ilyen dolgok. Vannak ilyen részei a mai hívő embereknek. Néhányat hadd mondjak el.
hogyha azt mondom nektek, hogy szeretet, szabadság, kegyelem, fegyelem, akkor bizonyos helyeken nem fér bele talán a gyülekezeti rendbe igazán, nem illik bele mind a négy. Ugye? És a szeretet, a kegyelem, meg a szabadság, az nagyon jól beleillik, és a fegyelem valamiért nem illik, és hogyha arról kezdesz beszélni, akkor nem leszel népszerű. Hogyha azt kezded keresni a gyülekezetben, akkor nem leszel népszerű. Mert nem olyan régen történt nálunk, hogy járt a Magyarországon egy vendég, és éppen azon a vasárnapon három személynek fel kellett függesszük a gyülekezeti tagságát. És összeomlott szegény magyarországi asszonyka, és kezdett imádkozni a végén, mikor elmentek a gyülekezetbe, a cigány gyülekezetbe történt ez éppen, hogy Uram, könyörülj meg a gyülekezeten, nehogy lesújtson ez a nagy teher, reáljuk. Uram, és azt mondta, hogy ő nem is hallott ezt a szót, hogy fegyelem, hogy gyülekezeti fegyelem, hogy van ilyen? Gyülekezeti fegyelem? És annyira könyörgött, kezdett ott imádkozni, hogy nehogy az egész gyülekezet megbotránkozni, és hogy jövő vasárnap ne jöjjön senki. Ezt tudjátok, mi történt? Persze, ott kell gyakorolni egy gyülekezeti fegyelmi kérdést, de ugyanannyian jöttek el a kizárt tagok, vagy a felfüggesztett tagok közül a következő vasárnap, nem ugyanaz a három, de egy másik három eljött, és kettő azóta, ennek körülbelül három vagy négy hete, azóta kettő helyreállt. Kérte, hogy foglalkozzunk az ügyével, hogy meg akarja bánni azt, amit tett, hogy rendezni akarja az ő életét, és vissza akar térni a közösségbe és a gyülekezeti életbe. Mégis van nagyon sokszor, hogy ezeket a dolgokat, a szeretet, vagy ezeket a tulajdonságokat nem megfelelőképpen alkalmazzuk, és úgy gondoljuk, hogy a szeretet azt jelenti, hogy egyes embereknek elnézzük a Biblia igazságával ellentmondásos életét, csak azért, hogy őknek nagyon hasznos tulajdonságaik vannak. Ugye? Tehát itt most, amire én ki akarok térni, és szeretnék rámutatni, hogy minden esetben a Biblia igazságaihoz ragaszkodó viselkedés, magatartás, következetesség. Azt látom, hogy ez az alapja az életemben is a rendnek, és ez az alapja a fegyelmezett gyülekezetnek is. A Biblia igazságaihoz ragaszkodó, következetes helytállásnak. Ez az alapja annak. És van olyan dolog, vannak olyan esetek, amikor egyes ember nagyon jól adakozik, egyes ember nagyon jól zenél, egyes ember nagyon jól csinál bizonyos dolgokat, vagy egyáltalán az, hogy ő ott van, az a gyülekezetnek a képét szebbé teszi, és ezért mi ővel szemben elnézzük azt, hogyha a Biblia igazságai nem megfelelőképpen tartja be, hogy annak ellentmondásos sem viselkedik. Vagy az a másik ügy, amit az előbb említettem, a szabadság kérdése. Vannak bizonyos dolgok, amiket elmennek a cigány testvérek is a mi gyülekezetünkbe, egy másikba, látnak, és nem mondom, hogy közétek, hanem ott nem mentek közétek, mert messze vagytok, de vannak Csíkszeredában is van például a gyülekezet, meglátták, ott hazajöttek, és szeretnék azt a szabadságot gyakorolni. De az a szabadság, amit ők hoznak magukkal, az nem építi a gyülekezetet, az nem épít másokat. És az a szabadság, ami nem építi a társunkat, abban hiába vagyunk szabadok, mert az úgyis romboló lesz, és az úgyis előbb-utóbb fegyelmezetlenséget fog okozni. Tehát van a szabadságnak is egy olyan gyakorlása, ami nem biblikus, amit azt mondom, hogy nekünk figyelmesen az Úr előtt ki kell szűrjünk, és a cigányok nagyon hajlamosak arra, főleg, hogy testies módon nyilvánuljanak meg. De igen. Tudjátok, egyes esetekben azt mondják, hogy bizonyos dolgokat csinálni kell azért, hogy az Úr ereje jobban megjelenjen. És én azt tudom mondani, hogy Gergőben mi azt tapasztaljuk, hogy nem kell Istennek létrát nyújtani, és nem kell neki valami segédeszközöket adni ahhoz, hogy leszálljon az ő jelenléte közé. Van Gergő Alfa-ban most egy missziónk, és elmondom nektek, mit éltem át éppen az elmúlt hetekben. Az egyik testvér bizonyságot tett, leült a helyére, és kaptam az ő gondolatai alapján egy éneket, amit nem ismertek a többiek, és elkezdtem énekelni. És még én is csak lefelé néztem, talán húztam a tangó harmonikámat, és egyszer csak érzem, hogy megjelenik az Úr közöttünk. Semmit nem produkáltunk. Egyszerűen csak ott voltunk, imádkoztunk előtte, hogy jöjjön. De olyan hatalommal, olyan erővel,
hogy ott a banda vezér, a közöttük az, amelyik azt mondták, hogy na, ha az egyszer Isten-tiszteletre eljön, az nagy dolog lesz, ha meg megtér, akkor meg fog térni egész Alföld. És az elkezdett sírni, zokogva sírt az ember, és mindenki csodálkozott, hogy Prédám, folynak a könnyei. Nem kell semmilyen segítség az Úrnak. És még sokszor megtapasztaltuk én is, meg ti is, hogy nem kell az Istennek besegíteni, mert sokszor nagyobb kárt okozunk. És nézzétek csak meg, volt egy személy, aki nagyon régen besegített az Úrnak, és mekkora rendetlenség van ma azóta is a világban. Tudjátok, kiről van szó, ugye? Amikor Ábrahám felesége besegített az Úrnak, ugye, milyen nagy rendetlenséget hozott ebbe a világból. És a harmadik dolog, nem akar a hosszúra nyújtani, a kegyelem gyakorlásának és a kérdése, félreértelmezhető, másként gyakorolható, nem biblikus módon is. Pál apostol azt mondja, hogy vétkezzünk akkor, hogyha ilyen bővölködő a kegyelem. Nyugodtan vétkezhetünk, csinálhatjuk ezt, mert Isten szeret, az ő kegyelme nagy, és ez elég lesz majd. Szivarozok nyugodtan, Isten kegyelme nagy. Ki vagy te, jó ember, hogy ítélsz, mondják, ugye? Vannak olyan gyülekezetek, azt mondták, ahol bemerítik azt, hogy nincs összeházasodva. Bemerítik. És azt mondták, nem számít, Isten kegyelme nagy. Ezek ott kell legyenek. És azt látom, ahol nincs meg a fegyelem, ott sajnos a szeretet, a kegyelem és a szabadság sincs jól értelmezve, azaz ez annak az eredménye, hogy a gyülekezeti életben nem biblikus módon, nem az Isten igéhez szorosan ragaszkodva gyakorolják a testvére, meg a gyülekezete az Isten tiszteleti alkalmat, az Isten tiszteleti közeget. Testvéreim, nagyon hasonló gondolataim vannak, amit mondott Simon József testvér. Én azt gondolom, hogy az újjászületés egy ember fegyelmezetté tesz. Így van-e? Vagy legalábbis azt kezd kibontakozni az életébe. Az újjászületett ember kezd fegyelmezetté válni. Én magamról tudom, hogy milyen fegyelmezetlen voltam a családommal szemben, az embertársaimmal szemben, a munkásaimmal szemben, egyáltalán az üzletfeleimmel szemben, mindenkivel szemben egy fegyelmezetlen életet éltem újjászületésem előtt. És amikor én megtértem, akkor én megértettem, amikor Isten lelke újjászülte az életemet, amikor az Istennek a mennyei ajándéka, amely az isteni rendből, az isteni szentségből jött az életembe, amikor az én lelkem egyé válhatott az Istennek a lelkével, akkor az engem arra jutott, hogy én fegyelmezett életet kezdjek élni. És azt látom, hogy az Isten lelke munkálkodik, ott az Isten lelke ezt kezdik én munkálni. És egy fegyelmezett gyülekezetnek az a tulajdonság, és abból jön a fegyelmezett gyülekezeti élet, hogy vannak újjászületett tagok. És kezdenek emberek úgy megtérni, igazi megtéréssel, hogy az életük újjászületik a Szentlélek által, mert nem csak a megtérésig jutnak el, nem csak a bűnbántig jutnak el, nem csak a kezek felemeléséig jutnak el, hanem eljutnak arra, hogy az ő lelkük a Krisztus lelkével egyesül, azaz újjászületnek a Szentlélek által. És ez ma sok esetben nem történik meg. Az a hely, ahol az Isten lelke újjászülő hatalommal tud munkálkodni, ahol odafigyelnek a lelki munkások, mi oda tudunk figyelni arra, hogy az a mennyei válasz megérkezzen az ember életébe, ott elkezd kibontakozni egy fegyelmezett gyülekezeti közeg. Ott elkezd kibontakozni. Tudjátok, nem lehet ott rend, és nem lehet egy fegyelmezett gyülekezet ott, ahol az óemberi természettel kapcsolódik be valaki a gyülekezeti életre. Ugye? Mert csak emberi módon fog tudni gondolkodni. Így van-e? Az emberinek, az testi módon fog döntéseket hozni. Veres testvér prédikálta egyszer Kiskörösön, még ott laktam, hogy egy olyan gyülekezet, amelynek 50%-a legalább nincs újjászületve, az nem újjászületett prédikátor fog meghívni. Az a gyülekezet, ahol a zénekarnak 50%-a legalább nincs újjászületve, nem újjászületett énekarvezetőt fog választani. És itt tovább lehet fokozni és lehet rombozni. És ez így van, testvérek. Az emberi, testi döntések fognak születni. Na, de gondolom ti is tudjátok, és lehet, hogy mindegyik rámondjátok, hogy így van, tudjuk mi ezt. Tehát ahol egyre több újjászületett ember van, egyre inkább növekszik a rend. És megmondom nektek őszintén, hogy a cigány gyülekezetben ezt látom, nagyon nehéz volt nekem az első időben. Tudjátok, a mi cigányaink nem olyan, mint egyes helyeken a cigányok. A mieink, azok nagyon mérő jönnek. Tóth Attila azt mondta, amikor ott járt nálunk, hogy abafájaiak is elég mérő jönnek, de azt mondta, hogy ezek lehet, hogy még messzebbről érkeztek. Hát Gyergyóni, talán közületek nem sokan jöttek el, szeretném, hogy eljöttek mindannyian, és meglátogassatok bennünket, és szolgáljatok ott közöttünk, és bátorítsatok, meg építsetek a ti ajándékaitokkal minket.
De tényleg olyan ember, hogy nagyon mocskosan, nagyon koszosan, nagyon rendezetlenül, nagyon durva jellemmel élő emberek voltak, vagy élő emberek is még egy része, hogy amikor én már jártam közéjük az egyik, a másikat 36 kés szúrásra szúrta meg. És gondoljatok, hogy a 30. után még szúrja mindig tovább, hogy milyen embernek kell annak lenni, és szúrta. És olyan házak, hogy folyik be az utcáról az esővíz, mert olyan kis kulipintyókból adnak az emberek ott. És mikor jöttek, hát ezek nem ismertek semmi fegyelmet. Ezek nem. Ezek nem mondta. A rendőr mikor mondta, akkor ők csak megkeményedtek. Mikor a rendőrség ment közébük, akkor ők csak még ellenállóvá váltak. És hát nekem sem volt könnyű első időben. Éppen Székely Béla testvérem járt egyszer nálunk, Kiskapusról, és ő nem volt hozzászokva, mert ő nem szolgált még cigány gyülekezetben. És voltunk egy akkor egy 30-40-en, és az egyik kinézett az ablakon, és elkiáltotta magát, hogy ütik hordot, és ő éppen prédikált. Kifutott az egész gyülekezetet. És úgy maradott a Bibliájával, és mondtam neki, Béla, semmi gond, 10 perc és folytatjuk, én kimegyek, megpróbálok valamit intézni, hogy visszajönnek. Imádkozzunk. Nem volt ott fegyelem. Nem volt ott semmi. És tudjátok, azt csodálom, hogy talán akik jártatok az utóbbi időben közöttünk, hogy Isten evangéliuma, az íge a Szentlélek. Azokat az embereket megváltoztattam. Nem tudtam én rábeszélni őket. De az ígének a jelenléte, az ígének az ereje, azokat az embereket hatalmasan megváltoztattam. Azok úgy ülnek, bejönnek, letérdelnek, csendbe imádkoznak a gyülekezetbe. És leülnek, és várják az Isten tisztelt alkalmat. Ha bejövök, én nem mondtam még egyszeresen, hogy hallgassatok el, ha bejövök. Nem kérek én privilégiumokat magamnak. Nincsenek ilyen igényeim. De amikor bemegyek, azok mind elkezdenek imádkozni. Mert vannak közöttük kutyász vetettek, akiken keresztül Isten elkezdi a fegyelmet megértetni velük és bemutatni. A Szentlélek az embereken keresztül bemutatja a gyülekezeti fegyelmet. Az újjászületett élet a fegyelmezett gyülekezetnek az alapja. És ezért testvéreim, én nem tudom, én nagyon fiatal hívő is vagyok, még 7 évet értem meg. Nekem első időtől kezdve ezt mondtam mindenfelé, amikor mentem. Az újjászületésről kezdtem beszélni. Sok helyen nem volt ez népszerű dolog, hogy erről beszéljek. Volt egy hely, ahol el is küldtek, amikor szolgáltam, és mondták, hogy tévtanítást hirdetek, mert Jézus egyszer sem hirdett az újjászületést. És azt mondtam, hogy hát én egyet legalább tudok, Nikodémusnak azt mondta, hogy hirdette. Nyilvánosan nem bújtak félre, és lehet, hogy mások is voltak, hogy újjá kell születni, és ezt hangsúlyozta Jézus neki, és én is úgy érzem, hogy ez az embernek hirdetni kell, mert ez az alapja az igazi, élő keresztény gyülekezetnek, fegyelmezett gyülekezetnek. Egy másik gondolat, amivel nem szeretnék én sokat foglalkozni, most már össze is gyűjtöm ezeket a gondolatokat, amit én feljegyeztem, a fegyelmezési eljárás és gyakorlat. Na ebben nektek nagyobb gyakorlatotok van, amit én megtapasztaltam. Nekem nagyon nehéz volt a cigányokat megszeretni úgy előre, bár nem kell hosszú idő hozzá, hogy megszeressem, de először nagyon nehezen tudtam megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy én szeretni fogom tudni őket. Hogy én be fogok menni azokba a kis putvékba és ott le fogok tudni ülni. Nem beszélve, megkínálnak valamivel, ezt el fogom tudni fogadni. De volt egy alkalom, amikor hallottam egy misszionárusról, aki megetette egy sült egeret, és azt mondta, hogy az Úré meg kellett az egye, és akkor én arra gondoltam magamban, Uram, ha nekem is lesz ilyen, hát hogyha még azt kell megegyem, érted, még azt is meg akarom enni, akkor adj nekem kegyelmet, mert én elég finnyás ember voltam egyébként, a vállalkozós ember voltam. És Isten megerősített engem, és megtörtént már, hogy megkínáltak, és el tudtam fogadni. Nem tudtam elképzelni, hogy megszerettem őket. És ők is megszerettek engem. És a fegyelmezésnek azt látom, egy nagyon fontos része, hogyha, mert ugye megtörténik azért az, amit az előbb beszéltem, hogy valaki szándékosan rendetlenkedik, vagy szándékosan bűnt követel, bűnözik, szándékosan benne marad a bűnnel, és ez ilyen emberekkel szemben nagyon fontos, hogy szeretettel és tekintéllyel tudjunk közeledni. Ezt én látom, mert egyébként nagy károk tudnak bekövetkezni egy gyülekezeti életbe. Gyülekezeti életben, és nem csak a személyes életben. Engem megszerettek azok a cigányok ott Gyergyóban annyira, hogy én akár melyik házba bemehetek, hogyha nincsenek megtérve akkor is. De tudjátok, mi kellett ehhez, hogy eljött nekem, hogy őket szeressem?
És ehhez kellett az Istennek a kegyelme, ami az a szeretet, ami engem betöltött, hogy tudjam őket szeretni. Ők érzik azt, hogy én szeretem őket, és volt olyan, ez egy nálunk egy nagyon rossz szokás, lehet, hogy máshogy is megjelenik ez, hogy elloptak egy nálinkát a feleségem. Biztos hallgatok már ilyet, vagy találkoztak ilyenek. Na, amikor megtudtam, és már az úr addig vezetett engem, hogy én már beszélhetem nélkül, hogy meg kell fülödni, mosakodni kell, tisztálkodni kell, szakadt azt nagy megvarni kell, vagy éppen van jobb, akkor azt fel kell húzni, és na, próbáltam ők ezt éneket adni, akkor megmondhattam nekik azt is, hogy ez akármilyen cigány szokás is, ezt nem gyakorolhatják, az, ahogy gyülekezetbe járnak, az, ahogy Isten országába jutni akarnak, az ilyet nem csinálnak. És azt mondom, hogy megtudom, hogy azok közül, a gyerekek közül, akik járnak, az alkalmakra, a gyermekfoglalkozásokra egyet ellopnak, én magam fogok utána menni. Hát aki járt még ilyen helyen, közvetek mindjárt, tudjátok, hogy ez bátor vállalkozás, de az úr megengedte nekem, hogy így legyen. Egy vasárnap kaptam a hírt, vasárnap reggel ellopták az egyik leánykát, és el kell menni utána. Pont egy olyan házban, hogy nem járnak a gyülekezetbe egyáltalán. És hát megemlítettem, és mondom a feleségemnek, hogy én most megyek, és hova megyek, és remélem, hogy jövök. És, vettem a bátorságot, mentem a lány szüleihez, elmondták, hogy történt az eset, és mondtam, hát menjünk át akkor a másik házhoz. És átmentünk, hát azt a nagy kabátomat nem vetettem le, mert bejöttem egy ekkora késedét. Tudják, hogy én azért járok ide, mert én jót akarom magam. És képzeljék el, hogy azok a hitetlen emberek is, a szeretettel, meg az ígével, közvetlen felé visszavittük a kislányt. A történetnek van folytatása, és ezt most nem mondom el. De visszavittük a lányt. És ezt tudom, hogy azért lehet, mert Isten betöltötte a szívemet azzal a szeretettel, amelyben oda tudok menni bármelyikhez, és le tudok ülni bármelyiknek a házába, el tudom fogadni tőle azt, amit ő ad, és át tudom ölelni. Na, így azt gondolom, hogy úgy értettem én meg legalábbis, hogy nem szabad olyan embert nekem meginteni, akit nem tudok szeretni. Ez egy nagyon fontos dologként élem meg, és látom, próbáltam én olyat is meginteni, akit nem tudtam szeretni, és nem is lett annak jó végén, amit mondtam az elő. Tehát nagyon fontos az, hogy a szeretet által kaptunk tekintélyt, mert szerettük őket, azáltal, mert az ígét hirdettük közöttük, és nem mást, Istennek igazságát, és nem azt arra akartam, hogy rábeszélni, hogy baptisták legyenek. Ezek úgy vállalják, hogy ők baptisták, én egyszer sem mondtam, hogy legyenek baptisták. De ezeket, ha megkérdezi valaki, hogy baptisták, még az is baptista, aki nem jár a gyülekezetbe, mert annyira szimpatizál. És én azt mondtam nekik, hogy béküljenek meg az Istennel. Az evangéliumot hirdettük neki. És nem jó dolog az, amikor valaki okot keres arra, hogy valakit megszabadul. Mert van én is, ugye? Végre legyen valami olyan ok, olyan indok, ott van nincs bennem szeretet. Valami okot találjunk, hogy megszabaduljunk. Hogyha valakitől Isten meg akarja szabadítani a gyülekezetet, vagy engem, annak el fogja hozni az idejét, de ha én ezt szeretettel tudom inteni, és tudom azt szeretni, akkor megtörténik, hogy az ember helyre fog állni. Azért, mert szeretettel történt mindaz, amit egyébként mások haraggal, meg most nem a gyülekezetbe gondolok, hanem kint a világban is, ugye az intés általában haraggal jár, durvasággal jár, sértésekkel jár, még mi, amikor intünk valakit, vagy akit szeretünk, azt úgy ígyünk meg, hogy már hirdessük is neki a helyreállásnak az útját és a módját. És ezt nem tudom elhallgatni akkor, ha szeretem. És nem tudom elhallgatni azt, hogy Isten hogy gondolkodik róla, hogy én szeretem. És nem tudom elhallgatni azt sem, hogy ha bűnben él, hogy ha Isten akaratával ellenkező dolgokat csinál, akkor pedig el fog veszni és el fog kárkozni. És még egy dolog van, azért ez se megy olyan könnyen, én nekem azért külön imádkozni kell időnként, hogy Isten engedje meg nekem azt, hogy nekem fájjon másoknak a bűne. Egyrészt az elveszettek bűne, aki körülöttem van. Mert nem tudom őket úgy hordozni a szívemen, az életemen, hogyha nem fáj nekem az, amilyen állapotban vannak. És imádkozni azért, hogy fájjon nekem. És azt gondolom, hogy akkor a legjobb, hogyha megintünk valakit, és hogyha megint az intésre kerül sor, előtte imádkozunk, foglalkozunk azzal, amit ő érez, szeretjük, és a fájdalmát megengedjük, hogy Isten rám terhelje. Mert akkor tudok a legmegfelelőbb segítség lenni. Testvérek, mi a gyülekezetből, Gyergyóban, magyarból és cigányból is, egy olyan misszióban, ahol nem volt evangélium közeg, nincs semmi evangélium ismeret, megtörtént az, hogy ki kellett zárni valakit. 2008-ban engem felavattak, egy hónapon belül a 8-9 napon magyar gyülekezetből két szemét ki kellett zárjak, vagy ki kellett zárjunk, az nincs még vezetőség, ugye meg kellett hozzuk a gyülekezetbe döntést. Nagyon nehéz volt, nem könnyű dolog ez. De meg kellett hozni, mert láttuk, hogy az a Biblia igazságával nem egyezik.
szeretettel, az ajtót nyitva hagyva, elmondtuk nekik, hogy így nem tudunk velük egyek lenni. Nem tudunk szolgálat és úrvacsorai közösséget vállalni. És nem szeretem annyira, hogy nem tudom elnézni azt, hogyha ha a bűn következménye ott, adóssága ott van a feje felett. Ugye? Amit ő Pál apostol is beszél. Van következménye. Egy harmadik gondolat pedig, hogy azt mondja az ige, hogy mindnyájan szűkölködtünk az Isten dicsősége nélkül, ugye? Mindnyájan elveszettek voltunk. Aztán mindnyájan úgy mondja Péter apostol az apostol cselekedetében, hogy most már azért látom, hogy az Isten nem személyválogató, hanem minden népben és nemzetben kedves őrte az, aki őt féli, és igazságot cselekszik. Ugye? Így mondja. Igen. Tehát akkor az azt is jelenti, hogy Isten gondolata és gondolkodásmódja minden emberről, minden népről, minden nemzetről ugyanaz. Ugyanúgy gondolkodik, akkor is, mikor bűnös róla, ugyanazt ígéri neki, amikor bűnös, ugyanazt várja el tőle, hogyha Istennel kapcsolatba akar kerülni, hogy békülni akar, ugyanazt ígéri neki, hogyha megtért és újjászületett, tehát Isten mindenkivel szemben ugyanúgy gondolkodik. És egy befejező gondolatként szeretném azt nektek említeni, hogy egy érdekes dologgal találkozok én, hogy vannak olyan nemzetek, és a cigány nemzet is egy ilyen nemzet, aki időnként arra gondol, hogy neki lehet másképp csinálni. Mint hogy az Isten igéje megint. Isten igéje meghagyta. Tehát van-e valamilyen engedménye Istennek valamelyik nemzetre nézve? Szabad-e mondjuk egy kínainak másképp megélni az ő hitét, mint neked? Őre másképp vonatkozik az Isten igazsága, mint értem. Persze vannak a növekedésben és a fejlődésben különbségek. De alapvető elvárásai Istennek a bűnről való véleménye, a megtérésről való véleménye, a megtérésnek a miensége, az Istennel való kapcsolatnak a kibontakozása, ez mindenkire éppen úgy érvényes és egyformán érvényes. És én találkozom azzal, hogy egyes cigány közösségek vagy közegek arra gondolnak, hogy Isten az ő esetükben bizonyos könnyítő engedményeket tesz. Így van ez? Nincs. Ti hogy látjátok ezt? Majd fogunk aztán róla beszélgetni, mert így kellene most feltegyek én egy kérdést, vagy kettőt, háromat, hogy hogy látjuk mi ezt a kérdést? Én azt látom, hogy nekem, amikor a gyergyői teleknek az egyik végébe prédikálok, ugyanúgy kell prédikálni, mint a másik végébe. Amikor a gyergyői teleknek, ott az egyik végében van a magyar gyülekezet, a másikban a cigány. Tehát mindegy, hogy melyik ajtón megyek be a Törnymező utcába, bemegyek, ha az első épületben, vagy második épületben, ugyanazt kell mondjam ugyanarról az ígéről. Azt az igazságot ugyanúgy kell meghatározzam, és arról az isteni gondolatról ugyanúgy kell megnyilvánuljak és beszéljek. Viszont van a dolgok, amiket kérnek maguknak egyes, vagy gondolnak maguknak egyes emberek. És a cigányoknak ezt megtalálom. Én egy-két témát felírtam magamnak, lehet imádkozva lopni egy cigánynak, úgy gondolják, ugye? Van ilyen gondolat? Hallottunk már ilyet, hogy valaki ment lopni és közben imádkozott, ugye? Mert neki nincs mit egyen. Nem akarom részleteket ismertek, és nem akarok leállni. Vagy koldulni egy cigánynak. Hát Gyergyószentmiklóson most városnapok van. És kimentünk mi is egy sátorról, mert adtak lehetőséget erre, és jónak láttuk megragadni ezt az alkalmat. És egy 3x3-as sátrat felállítottunk, és beraktunk két asztalt, és ingyen adunk bibliákat, meg könyveket az embereknek. És nagyon örömmel két nap alatt több mint 100 bibliát elvittek önként maguktól az emberek. Csak egy pillanatra annyira megállok, hogy tudnotok kell, hogy Gyergyóban tiltva van a katolikusoknak még ma is a biblia olvasása, és a papok ma is tiltják. Karcfolván, Csíkkarcfolván tőlünk 30 kilométerre, oda gyülekezetünk a fiatal ember, aki részese volt ennek az esetnek, a városi tanácstestület, és a katolikus pap ezelőtt körülbelül 5-6 évvel határozatba meghatározta, hogy senki nem olvashat Bibliát. Senki. A tanácstestet. Oda hívták őt is, vagy őket, többen voltak. És tudották velük, hogy városi tanácsi határozat. Találkoztam egy emberrel. Elmondtam, hogy ki vagyok, majdnem megint.
megijedne tőlünk, hogyha tudják, hogy mi baptisták vagyunk. És azt mondja nekem, hogy suttogom. Azt mondja, ez neked van Bibliád is. Van. Azt mondja, több is. Van. Súgja nekem, az ő házában voltunk benne. Szívesen még kettőt is. Az a szentemét egész Csíkszent Tamásban nincs senkinek. A Csíkszent Tamás csíkkenő fog, csíkka az fog, egyre van a képükre. És vittem neki egyet. Azóta sem hívott fel, keresett fel, megbeszéltük, hogy még beszélgetünk, találkozunk. Osztogatjuk a Bibliát Gyergyóval, hogy az Isten igéje terjedjen, mert tudjátok, olyan közegben Lutherék és Husz Jánosék is azt csinálták annak idején, hogy Bibliát adtak a népnek. Nekünk is ezt kell most csinálni. Na, visszatérve nem ez a lényeg, hanem hogy városnapok vannak is. Kint voltak a cigányok is, és hallottam a rendőrtől, meg másoktól is, hogy kordulnak. És ugye ott nekem mondják mindjárt az emberek, hogy hát kint voltak a cigányok, kordulnak a cigányok. És elmondtam nekik az ígét tegnap este, hogy ifjú voltam, meg is vélhettem, de nem láttam, hogy elhagyottál volna az igaz, vagy az ő fia kenyér kéregetővé. És hogy voltunk majd közel százon tegnap este is, és kérdeztem, hogy remélem, hogy ebben a gyülekezetben nincs ma senki olyan, aki kint volt kordulni. Nagyon nagy csend volt. Persze volt? Tudtam, hogy volt. Reméltem volna, hogy nem volt, de én úgy sejtettem, hogy volt. És még az is, hogy körülbelül ki. És elmondtam azt nekik, hogy nem az a megoldás, hogy fogni. Ha valakinek nincs kenyere, jöjjön hozzá. Ha tényleg az a probléma, nem tud enni, megoldjuk valahogy, hogy legyen kenyere neki. És mint hogyha ő nekik lehetne, meg lenne enged. Vagy az uzsorázás, ugye? Hát, hogy ez megélhetési forma. Vagy a felületes megtérés. Hát, testvérek, nem akarom Simon testvér prédikációját ismételni, semmit abból, de a felületes megtérés az rendetlenséget hoz a gyülekezetbe. Elmentek más gyülekezetekbe, jártak cigányokat között, a gyergyőjök közül is megtértek, felemelték a kezüket, rátették a Bibliát a fejükre, és úgy imádkoztak értük, elmondták, azok megjöttek, azok csak bajt okoztak. És hárman felvettünk, már egy is sincs a gyülekezetbe. Felvettünk tagnak végül, bizonyosságot tettek, bűneiket megbánták, nem volt bűnrendezés, nem volt életrendezés. És az káosz volt, a felületes megtérés. És a cigányok úgy gondolják, még az is elég, hogy felemelik a kezüket. És küzdelem, minden héten van ilyen küzdelem. És van egy nagyon komoly kérdés, amit sajnálom, hogy éppen nekem kell feltegyek. Lehet, hogy másnak kellene ezt feltenni. Mégis nekem téma, és volt egy beszélgetésen engem Gopi testvérrel is, meg László testvérrel is. És nem tudom, hogy ki mennyire meri ezt érinteni. Lehet, hogy azt látták, hogy nekem elég széles vállalom, sok minden ráfér, hogyha ez esetleg nem jó fog majd elsülni, vagy kijönni. De mégis én felteszem a kérdést, és ezen gondolkodni érdemes. Szabad-e másképp házasodni a cigányoknak, mint a magyaroknak? Szabad-e másképp házasodni a cigányoknak, mint a románoknak? Szabad-e másként gondolkodni erről a dologról nekik? Vagy Isten ővelük szemben valamilyen formában elnéző, valamilyen formában az ő életükbe talál egy olyan útat, egy olyan megoldást, amivel felmenti őket az alól, amit az én életemben Isten bűnnek határoz meg. A fórum beszélgetésen erre is ki lehet térni. Én azt gondolom, hogy a fiatalkorúak házasítása bűn. És ez az én véleményem. És meg lehet engem cáfolni, az Isten igazsága szerint paráznaságnak számít, és akkor is, hogyha ezt bizonyos tekintetben a cigányok szokásnak tartják. Vannak szokások, amit tudok tisztelni a cigányoknál. Engem nem bánom, hogyha a két mindenre előbb megy az utcán a férfi, mint a nő, ugye? És az asszony visz a csomagot, nem szép dolog. Meg akarom őket tanítani, hogy ne az asszony visz a csomagot, vigye a férfi is. De ez nem üdvösség kérdése. De azt gondolom, hogy az mindenképpen a fegyelmezett gyülekezetnek egy elvárási része, vagy elvárható, hogy a fegyelmezett gyülekezet jobbomba, akkor lesz fegyelmezett, hogy ez a rész is rendben lesz, hogy megfelelően úgy házasodjanak, ahogy házasodni kell. Vagy fel kell oldjuk azokat a gondolati korlátainkat, amik nekünk vannak, mert hogyha ő nekik lehet 13 évesen, bár én semmiképpen nem adnám, hogy 13-14 évesen férjhez a lányomat, akkor lehet, hogy nekünk is lehet. Ha viszont nem lehet, akkor ebből is tisztán kell lássunk is egyformán, mert az egyik gyülekezetbe jöhet egy hang a másik gyülekezetbe, és ezt érdemes talán a fórum beszélgetésen olyanoknak tárgyalni, akik ehhez értenek,
meg akik ebbe látnak. Én megmondom az én rövid véleményemet, én azt gondolom, hogy cigány gyülekezetben is azt kell várni, mint a magyar gyülekezetben, aki nem úgy házasodott össze, ahogy mi ezt látjuk 18 éves kor, vagy ha papíron engedményt, akkor korábban. Nem úgy volt, hogy elment a fiú és kikérte azt a leány, nem úgy volt, hogy elmentünk a törvény elé és az úr elé, és ott megkötöttük azt a házasságot, akkor az én véleményem szerint az ott bűnben élnek az emberek, paráznaságban, és nem várhatjuk el azt, hogy ott hogy ott áldás legyen. És lehet, hogy éppen az úr még azért az áldás, mert nem értettük ezt meg. Lehet, hogy jó ezt megérteni. Én Magyarországról származom, testvéreim, és Magyarországon vannak olyan törvények, amik itt nincsenek. És itt vannak olyan törvények, amik Magyarországon nincsenek. És Magyarországon, ha valami nincs törvénybe iktatva, de egy törvénybe van iktatva, és én most itt vagyok, és itt élek, akkor én rám az érvényes, ugye? Tehát nem fognak engem felmenteni azért bizonyos dolgok alól, mert én most itt élek. És egyébként én magyarországi születési vagyok, és magyarországi papírjaim van. Nem fognak felmenteni, hanem azt hiszem, hogy meg fognak büntetni. És nekem ez természetes, hogy az Isten igében meghatározott igazság érvényesen mindannyiunkra egyformán, és az fogja majd elhozni nekünk a rendezett gyülekezeti életet, vagy a rendezett fegyelmezett gyülekezeti életet, ami mindenbe ehhez ragaszkodik. Tudjátok, mit hallok, akár merre megyek? Nagyvárattól, talán Gyergy az egyik legmesszibb pont. Gyergy, Jói? Én járom a leghosszabb utat, lehet, hogyha eljövök a határig. Hogy ébredés kell. Hogy megújulásra van szükség. Egy meglátogatás időre. Sola scriptura. Vissza az igéhez. Akkor lesz rend, fegyelem, lesz áldás, lesz lélekkiáradás, lesznek új Isten élmények, lesznek új megtapasztalások, és Isten is ezt akarja. Csak egy bizonyos úton tudja nekünk megadni. És arra az útra vissza kell fordulni, kell egy újabb reformáció. Ahol nem volt még ott most kell, hogy legyen, ahol volt már lehet, hogy kell újra. Egy visszafordulás, egy visszatérés az ige igazságaihoz. Hirdest álljelővel alkalmas és alkalmatlan időben ezt olvastam, és azt gondolom, hogy minden időben az ige a fegyelmezett gyülekezeti életnek a mércéje. Ehhez kell igazítsam én az életemet elsősorban, és befejezésre azt mondom nektek, olyan lesz a gyülekezetünk, azt hiszem, én ezt látom, amilyen a mi viszonyunk az Isten igazságához. És amennyire én vagyok fegyelmezett, vagy én törekszek a fegyelemre, aki előjárok, aki tanítok, aki példát mutatok, annyira lesz a gyülekezet is fegyelmezett. És lehet, hogy éppen azért vagyunk most is itt együtt, hogy ebbe hozzunk egy döntést, hogy visszafordulunk, hogy ettől sokkal következetesebben, sokkal inkább ige centrikusabban, sokkal inkább mindent megvizsgálva aprólékosabban az Isten igazsága szerint akarunk meghozni minden döntést a személyes és a gyülekezeti életben. Az Úr adja meg, hogy így legyen. Amen. Amen.